A vádlottak a késői órán azért keresték fel otthonában áldozatukat, mert az egyikük, az idősebb vádlott egy monitor adásvétele kapcsán vitában állt vele. A beszélgetés hamar szóváltássá, a veszekedés tetlegességé fajult, aminek a sértett édesanyja vetett véget. Segítségért kiabált, amivel elijesztette a támadókat és mentőt hívott fiához, amivel alig hanem megmentette a gyermeke életét. Az ügyben 2022. január 25-én emelt vádat a Jászhegyszolnok vármegyei főügyészség. A szolnoki törvényszék 7 tárgyalást tartott, majd az utolsón ítéletet hozott. Elsőrendű vádlott bűnös társtettesként elkövetett testi sértés büntettében, amely a BTK 164. paragrafus első bekezdés, harmadik bekezdés és nyolcadik bekezdés első fordulata szerint minősül. Másodrendű vádlott bűnös társtettesként elkövetett testi sértés büntettében, szintén a BTK 164. paragrafus első bekezdés, harmadik bekezdés és nyolcadik bekezdés első fordulat szerint minősül. Továbbá garázdaság vétségében BTK 339. paragrafus első bekezdés szerint minősül, valamint testi sértés vétségében, amely a BTK 164. paragrafus első bekezdés és második bekezdés szerint minősül. Ezért a bíróság elsőrendű vádlottat 3 év szabadságvesztésre és 3 évre a közügyektől eltiltásra ítéli. A szabadságvesztés végrehajtási fokozata börtön. A bíróság másodrendű vádlottat halmazati büntetésül 2 év szabadságvesztésre ítéli. A szabadságvesztés végrehajtási fokozata börtön. A bíróság a szabadságvesztés végrehajtását másodrendű vádlott vonatkozásában 4 évi próbaidőre felfüggeszti. Az ítélet nem jogerős. Az ügyészség a másodrendű, a fiatalabb vádlott terhére súlyosításért felfüggesztett helyett hosszabb tartalmú, végrehajtandó börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabása érdekében fellebbezett, míg az elsőrendű vádlott és védője elsődlegesen felmentés, másodsorban enyhítés érdekében jelentett be fellebbezést. Így az ügy másodfokon a szegedi ítélőtáblán folytatódik.